Hát szevasztok, én Majdog vagyok, és mivel egy kicsit már megcsúsztam ezzel, és nem sokára lehet, hogy nem is lesz ez már, ezért jön az ilyen szoba bemutató, amit már Giga látott. Wow! Semmi extra, sajnos. A régi tévém van, mivel hogy az előzőt el kellett adnom. Azért ott lent a részben. Kezdjük el a kontúrát. Itt az első rész. Hát egy egyszerű padaboz, egy... Könyvel. Na, ahogy elkezdünk, belépünk a szalámba, ez a látvány fogad mindenkit. Egy fegyver, ami gyakorlatilag pofál mindenkit, ez a Scarrel Airsoft. Igen, kis drágám, őt nagyon sokszor használtam, már is fogom is még a meccsek során, majd ő itt egy Airsoft sisak, egyébként műanyag, de nem használom, mert számomra kényelmetlen. Ez pedig egy ilyen világháborús után gyártott sisak, fém egyébként. Rohadt nehéz és teljesen fasza. A leggázmaszk van, ha bármi rossz lenne, tisztálkodási szer és a legfontosabb a alkohol. Vagy esténként, ha felkelek, akkor igyak egy jót. Itt apró kis dolgok vannak, BB-k, Airsofthoz. Ez egy pisztoly, csak még lusta voltam összerakni, mert voltak bajai. Na, haladjunk tovább. Itt az ágy, ahol alszok, szépen győzik-e is megirigyelni a mintát. Itt egy szekrény. Ilyen nagy. Fönt a kötelező dobozok, egy videokártya doboz, egy billentyű Z doboz, ugye ez mindenkinek ismerős, azóta is azt használom, iskolás kis batyú, amire útba engedtek engem, három is van, ezt mire vittem, semmire. Hát igen, ez egy fegyvertáska volt, a második fegyverem. Ő egy XM10-11-es sörétes puska, most egy kéz nem fogom tudni kinyitni, majd egyszer. Itt van egy gyűjtemény, igen, Chivas Regalna, az kell. Yeah! Kis emlék töredéke, a régről meg egy-kettő, ami jól néz ki. Következő, egy hang van. Jaj, a PS3-os játék. Jaj, csak a PS3-am nincs itt, na haver, már van mindig. Köcsög Mikulás, amiben jelen pillanat, ahogy nézem, 2-3 akkumulátor van, egy pendrive, egy fülbevaló, és egy kiegészítő a sportkamerához. Játék Collection. Hát, még egy csivasztra kell, az egy judo kupám, amit én írtam rá, mert lekopott a fejlet, és ott is van egy judo kupa, meg a Honornak a doboza. Meg a szétvert telefon. Na itt van az a hely, ahol szoktak a haveraim ülni, miközben iszunk, általában. Ez egy egyszerű LG TV, jobb helyen nem volt más, semmi extra. Ott vannak lent ilyen apróságok, füzet, bluetoothos bérgyüzet, rengeteg kiegészítő és egyéb pasok, ott nem szoktam nagyon rendet, ami nem is érdekel. Itt ez alatt is vannak dolgok, amelyet a fotelszék izé alatt. Na itt a Airsoftos kiegészítőim vannak, tárak, lőszerek, csavarhúzók, stb. Akkor menjünk meccsre, akkor kell. Ott van a régi monitorom, ami kicsit megváltozott, az egy 4-3-as, ez egy 16-9-as. Ez egy elemtöltő, most jelenleg töltök is egyet, mert lemerült, sima kábel, kuka, stb. Az innivalom. Itt van egy fiók, amiben minden is van. Na, ez egy Samsung Level Box, bluetoothos hangfal, néha mostanában nem szoktam használni, de néha szoktam, a nyáron valószínűleg lesz rá alkalom. És itt van a laptop, amin szoktam nézni a live-ot. Igen. Egyébként ez egy Dell laptop, aztán most ki sincs kapcsolva. Ja, ki sincs kapcsolva. Egy Latitude E6430-as darab, i5-ös processzorral, de viszont a legrosszabb, aki hogy i5, még minden faszom. A legrosszabb hátrány az, hogy integrált VGA-val, tehát lófasz se ér, és van rajta egy fasz új leimatolvasó és egyéb hasonlók, és nem magyar a billentyűzet, de világít, úgyhogy nagyon jó pofa. Ugye Windows 7 Matisza van rajta, amikor Windows 10 van rajta, de az ne érdekeljen minket. Egy Acme nevezetű bluetoothos egér, egy OTG kábel ahhoz a fostaiskához, egy tartalék kontroller, PS jellegű igazából, egy Xbox 360-as kontroller, távirányítók, na szóval távirányítók, hát ugye látjátok, hogy mi micsoda, az egy LG, az a TV, ez a házi mozi rendszeré, ami ott van, a mély nyomó és maga a központ, ebből jön ki
öt helyre a hangfal, vagy a öt pont egy. Itt van egy, itt van a középső, itt is van egy, ott van még egy, és itt van még egy. Nagyon beteg, ezen kipróbáltam a BF-et, nagyon zoral. Hát itt a GTA 5-ös poszter, egy Kalasnyikov lőszerhüvelyjel megtámogatva. Ő nem él, hát már nem éles, nincs benne puskapor, az ilyen színpadi kellék. Egy motor, ami eldőlt. Munkapapírok, a érettségi, meg a szakmunkás bizonyítvány, és meg egyéb bizonyítványok. Itt fölül található meg az Airsoft maszkom, ebbe szoktam airsoftozni. Igen. Ott egy védőszemüveg, ami nem tudom miért van ott fent, de ott van még egy, és ott van a fent egy 2-3 full cap-em, amit már nem használok egyáltalán. Egy Maket Millennium Falcon, ezt nekem kell összeragasztani, meg kifesteni. Nagyon szuper. Ezt is Abramtól kaptam, köszönöm. GVC kamera, ezzel voltak régen a facecam videók anno. Ebben objektívek vannak a telefonhoz. Igen, a telefonhoz csíptethető objektívek. Nem szem csí. Na, ja, egyébként a kapcsolóra visszatérre. Ezt nem mondtam el, hogy ez mi. Boom, bitch, get out the way. Látok, változtatunk gaminghez. Na, az így gizda. Sötétben nagyon jól néz ki. Mi van még? Védőpanel Airsoftra, csak nem fért már rá. Ez egy szemüveg, és én vagyok ott. Az egy öngyújtó egyébként. Egy... Várjatok. Egy mesterlész puska öngyújtó. Nagyon menő. Medal. Van itt gyakorló lőszerhüvelyem. 50-es sportkamerám, ami egy kalapszar egyébként, de magyar Airsoftra kiderül. Ott jön még egy zippo, ott a vezérlő a lednek, és mi az ott? Úristen, bionikus doboz, te jó ég. Na jó, nekem az ilyen mindenes tartom, őszintén szólva. Kezdő gamer egerem. Szegény kicsit megpusztult a balegér gombja, de laptopra szoktam én használni. Vannak a mindenes készletem, ha bármi baj lenne itt fönt. 18-as kulcs, azt hiszem, csavarhúzó, olló, imbusz kulcskészlet, meg egyik vasak, mert szoktam itt fönt bütyködni. Na és itt van a dolog, a billentyűzetem, ugye a Koenig, egy verbatim egér, muszáj volt vennem, úgyhogy most ez van, egy eBay-ről rendelt egérpad, ami már kezd már megadni magát. Jajdik. És itt van maga a gépem, most nem tudok szerintem így talán rátok világosítani, itt van így világít szegényke. Nagyon arányos, és valami dolgozik, mert persze, megy háttérben a videó. Külső olvasó, ha kellene nekem, ebből nincs beépítve, nem is tudok beépíteni, mert foglak minden slot. Itt van a 360-os vevőegységnek a dolga, itt van a PSS buziságnak a vevő dolga, és ott van a digitális rajztáblám, amit annó használtam is rengetegszer, de mostanában hanyagoltam, de vissza kéne térnem rá. Na szóval, igazából ennyi a szobám. Igazából nem túl nagy. Nem túl kicsi, lekebb kugorva nagy ágyam van. Zebra mintával, jelen pillanat. Ja, és ott van egy elvágy, amin az elszortott cuccai ruházatom szokott rajta lenni, csak a kabátom most nem tudom, hogy hol van, és a mellényemet meg nemrég eladtam. Mert vennem kell egy másikat. Na jó van, köszönöm szépen, velem tartottatok, és ha minden jól megy, akkor nem sokára más helyen fogok jelentkezni, ha összejön. Jó kertek, szevasztok!